Hello, Hungarian nerd fighters. Look where am I? Now I am at currently Budapest Airport and I'm traveling to Zsófi to London. And I'm trying to vlog here, to quote John. I was here 2 weeks ago and I wanted to do a video just as John usually does when he's at an airport, but make a shot like 3 seconds long and then I just shut it down. But now I'm doing this because we're going to vlog with Zsófi in London, so I really have to get into this. Most éppen a National History-ben vagyok. Miért szimpatikus ez a múzeum, ahhoz képest, hogy semmi sok mindent néztem meg, csak így végig rohantam rajta. Nincs teletölve információval, nincsenek odahoz a szövegek, amit fel akarsz olvasni ahhoz, hogy megértsd, hogy miről van szó. Nagyon sok a kiállított darab, de valahogy olyan levegősen oldják meg, úgyhogy ebből a szempontból nagyon szimpatikus. És hát vajon őszintén tényleg az épületért kell bejönni, itt szenzációs. Megjártam a Kensington Palotát, és most nagyon gyorsan össze akarom foglalni, hogy milyen okos dolgokat hallottam, mert simán elfelejtem. Négyféle kiállítása van a Kensington Palotának. Az egyik az Victoria királynőről szól, a másik a királynői szobák. A királyi szobák, van egy ilyen fashion, azaz egy ilyen divat rész, ahol nagyon tök jól össze van rakva, hogy az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években hogy változott a divatja a királynőknek, és milyen típusú ruhákat hordtak. És az nagyon tetszett, hogy úgy vannak kiállítva a ruhák, hogy a ruhák mellé minden táblára ki van írva, hogy az adott darabot Erzsébet királynő, vagy Diana, vagy Margaret hercegnő, mikor, milyen alkalomból hordta. Szóval nagyon, nagyon jó pofán össze van rakva. Királynői szobák azok a legrégebbi részei a Kensington Palace-nak. A Victoria Revealed, azaz Victoria szobáknál kaptunk egy kisebb bevezetőt, mert pont akkor voltam ott. Például az a karkötő is itt található, amit Albert adott Victoriának, ami után megszületett a 9. gyermekük, és egy olyan karkötőt kell elképzelni, amin 9 különböző színű szív szimbolizálja a 9 gyermeket, és mind a 9 gyermeknek a csecsemőkori hajtincse megtalálható a kis szívecskék belsejében. Ez egy ilyen nagyon romantikus ajándék volt Albert Victoriának. Van egy külön szoba, ami az 51-es világkiállításnak van dedikálva. Van egy rész, ami próbálja imitálni a kristálypalotát, amit 51-ben Albert herceg álmodott meg. Álltam azon a ponton, ahol Victoria királynő először, vagy hát akkor még nem királynő, de amikor Victoria először megpillantotta Albertet, és el lehet olvasni azt a napló bejegyzést, amit aznap írt Albertről, gyakorlatilag meg lehet fogalmazni, hogy elég szép ember volt és egyből beleszeretett. Közben lekapjuk még a kis tavacskát és a Kensington Palotát így a hátam mögött. Jó reggelt! Szóval megtaláltam a Towert. Egyelőre még nem tudom pontosan, hol kell bemenni, de majd mindjárt kiderítem. Jó szeles idő van, olyan londoni.
A szobát pedig úgy kell elképzelni, hogy mindenhol ilyen csempe volt, és mindenhol olyan ablakok, ami most ugye már a valóságnak sajnos nem felel meg, de próbálták hülyen megalkotni ezt a helységet. Igen, tök király elsőet vett a saját royal chamberében. Igaz, ez elég király. És ami érdekes itt, hogy látható egy nagyon régi toronymaradvány, de ami még érdekesebb, hogy gyakorlatilag amikor ezt a kastélyt vagy várat, vagy mit tudom, ide építették, akkor itt a római városfal mentére építették, és annak a maradványait látjátok a fűben, hogy ez itt húzódott, és ez ilyen nagyon jó stratégiai megoldás volt. Ja, ezt nem hallgatom. Szóval, hogy megnéztem a koronázási ékszereket is, ami ugye egyébként abban az épületben található. Ott! Nagyon jó! De nekem eddig még mindig a középkori rész tetszett a legjobban, ami egyébként nem volt hosszú, de valahogy úgy rendben volt. Amúgy egyébként a tábor nekem nagyon tetszik. Azt hiszem, még egy dologot nem néztem meg, amiben nem vagyok biztos, hogy meg akarom nézni, az pedig a tábornak a börtön része, mert ezek a börtön dolgok általában engem nem szoktak így érdekelni. Lehet, hogy benézek az imprizonba, csak félek, hogyha bemegyek, akkor nem tudok kijönni. Mármint így könnyen kijönni. Egyébként ott a háttérben látható a Tower Bridge, onnan jöttem. Nem olyan vészes, csak az időnek nagyon lóg a lába, és az esőnek. És ha minden igaz, ott van a Globe, látni már egy kicsit. Tudtam, hogy ez a rossz bejárat. Gondolom ez a színházi bejárat. Na most már itt vagyok a Globe-nál lassan. Balra, és megkeressük a Globe-ot. Itt van, Ni. Ez sem a jó bejárat. Nagyon jó vagyok. Hát csak nem megerett az eső. Na hát túl vagyok a Globe túrán, még itt vagyok az épület előtt. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy mákom volt, mert egy nagyon jó pofa vezetőt kaptam, nem is tudtam egyébként, hogy a jegyben van egy Globe Tour. Azt nem nagyon lehet a színpadhozba menni anélkül, hogy ne venni jegyet és nem vinnének be. És amikor ben voltunk, akkor egyébként éppen mostani darabot próbáltak. Szóval a vezető az nagyon jó volt, nagyon kedves és poénos fickó volt, és nem csak úgy elmondta a dolgokat, hanem kicsit elő is adta. Mondott olyan dolgokat, amiket már tudtam, meg mondott újakat is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez így megtörtént, most nem látni semmit belőlem. Megyek át a túloldalra. Megnézem még a St. Paul's Cathedral, mert onnan megy a metró, de most már indulok hazafelé. Ez lett volna az én kis élménybeszámolom Londonról. Minden, ami ebből a roppant rövid videóból kimaradt, azzal majd Zsófi jelentkezik valamikor a közeljövőben. Köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!